semmi különösre nem számít az áprilisi parlamenti választáson. Erről egy tavalyi interjúban beszélt Oszkó Péter. Az egykori pénzügyminiszter akkor azt is mondta, hogy elszomorítja, amit az ellenzékről hall. Szerinte a hazai közélettel az a legnagyobb baj, hogy nincs benne valódi verseny. Hogy egy év alatt változott-e a véleménye, erről is kérdezzük a Bajnai kormány egykori miniszterét. Jó estét! Jó estét! 3-án volt 6 éve, 5 napja, hogy leállt a Maliv. És én azt mondtam még az előző műsor végén, amikor erről az adásról beszéltem a kollégákkal, hogy nagyjából ön volt az utolsó hivatalban lévő politikus, aki tényleg megpróbálta megmenteni a Malivot. Így ennyi év, így 6 év elteltével, látva azokat a folyamatokat, amik a világban, meg Magyarországon, meg a légitársaságokkal zajlanak azóta is, volt esély a Maliv túlélésére? Hogy látja? Azt gondolom, hogy volt. Azért az elmúlt időszak az bebizonyította, hogy lehet légitársaságot jól nyereségesen működtetni. Nem biztos, hogy az állami tulajdonú légitársaságok mutatják a legjobb példát, de alapvetően látszik, hogy piaci alapon működő légitársaságok azok nagy sikereket érnek el. Óriási növekedést tudnak produkálni bizonyos légitársaságok, mások pedig kínlódnak. Tehát nem arról van szó, hogy ebben az iparágban nem lehet egyébként jól működni, arról van szó, hogy a Maliv nem működött jól nagyon sokáig, hát gyakorlatilag a rendszerváltás után szerintem nem tudunk olyan időszakot mondani, amikor jól működött volna, de ez nem azt jelenti, hogy ha már sikerült felette jó fél éves küzdelem után visszaszerezni az állami kontrollt, akkor egy jó programmal, egy jó menedzsmenttel ne lehetett volna jó légitársaság. Így utólag mit gondol, miért engedték ezt a Fidesz házatáján? Én nem hiszem, hogy direkt csinálták, ez szerintem inkompetencia volt. Egyszerűen alkalmatlanok voltak arra, hogy ezt a fajta reformot nyilván kőkeményen erős eszközökkel, de emellett hozzáértő szakmai koncepcióval megcsinálják. Egyszerűbb volt azt mondani, hogy Bajnai kormány Oszkó Péter? Hát nem volt egyszerűbb, mert akkor azzal nem vártak volna 2 évet. Tehát az nem növelte a Fidesz üzenetének a hitelességét, hogy 2 évig öntötték a pénzt a Malévba, évente ilyen 15-20 milliárdokat beleraktak, majd 2 év után mondták azt, hogy ja, ezt még 2 évvel ezelőtt elszúrták. Tehát ők próbálkoztak, nem arról van szó, hogy rögtön ránk akarták kenni, mert ha ránk akarták volna kenni, akkor a választások után 1 hónappal bedöntötték volna a Malévot, és visszafele mutogattak volna. Így is jó nagy kampányt csináltak, hogy ránk, különösen rám kenjék az egészet, de azt gondolom, hogy ez egyel nehezebb volt, mert nehéz volt megmagyarázni, hogy mi zajlott az alatt a 2 év alatt. Nem, én azt gondolom, hogy ott volt szándék arra, hogy valahogy összerántsák, de hát miközben a politikai propagandához, a hatalompolitikához elképesztő módon ért a Fidesz, és gyakorlatilag egy ellenállhatatlan gépezetet dolgozott ki. Az érdemi szakmai kérdésekben azért nagyon sok helyen bukdácsolt, és az a Maliv is egy ilyen ügy volt. Na, hát akkor most értünk el a másik témához, az érdemi szakmai kérdések, a magyar gazdaság. Amikor Matolcsy György pénzügyminiszter lett, akkor az ő első elképzelése, ha én jól emlékszem a történetre, az volt, hogy elmegy Brüsszelbe, és elmondja, hogy majd 7%-nyi hiánnyal, ezzel felpörgetve a gazdaságot, túléljük a válságot, és ha majd kikerülünk, akkor betartjuk az Európai Unió szabályokat. Erre az Európai Unió azt mondta, hogy egy frászt, ezt nem engedjük, 3%. Itt fordult meg nagyon a Fidesz gondolkodásmódja a pénzügyekről, a gazdaságról, arról, hogy mik a privilégiumok és miket engedünk el. Például a szociális kérdést elengedjük, a hiányt pedig betartjuk. Lehetett volna más pályája a magyar gazdaságnak, ahol most nagyjából ott tartanánk, hogy az a büszkélkedhet a kormányzat, hogy van növekedés, hogy kicsi a munkanélküliség, hogy beruházások vannak, ugye most ezt halljuk. Igen. Azt gondolom, hogy nagyon sok verzió lett volna, egyébként nem csak egy fordulat volt, valóban volt ez a fordulat is, és ez egy meghatározó fordulat volt rögtön az új gazdaságpolitikai irány kialakításán, de aztán fél évente volt fordulat, tehát volt, hogy IMF-hez fordultunk, aztán mégse fordultunk az IMF-hez, volt adócsökkentés, adóemelés, tehát volt minden. Az igazság az, hogy szerintem, hogy ne válaszoljak túl hosszan, azt kell, hogy példaként elmondjam, hogy van az illúzió, hogy a jelenlegi kormány a nagyon nagy hangú határozottságával és állandó nemzeti érdekekre való hivatkozásával sokkal határozottabban képviseli és hatékonyabban képviseli az ország érdekeit, mint korábban bárki. Amit ön kérdezett, az pont nagyon jó ellenpélda erre. Amikor mi egy válságos pillanatban átvettük a kormányzást, én pénzügyminiszter lettem és elmentünk tárgyalni, 3 hét alatt tárgyaltunk le egy új hiánycélt az IMF-fel és az Európai Bizottsággal. De nem rúgtuk rájuk az ajtót, nem hülyéztük le őket, hanem elmagyaráztuk, hogy milyen helyzet Magyarországon, és elmagyaráztuk, hogy bizony ezt a lazítást meg kell engedni. Nem ördögtől való az a logika, hogyha egyébként egy kormány, akár egy új kormány képes
a saját hitelességét megmutatta jelezni, hogy nem eszetlenül engedi el a hiánycélt, hanem csak annyira, mennyire egy válság időpontjában szükséges, akkor újra tárgyaljon ilyen pontokat. Az új kormány ezt nem így csinálta. Az új kormány úgy csinálta, azt csinálta, hogy gyakorlatilag pocskondiázott minket, lehazugozott bármennyire is igyekeztünk fegyelmezetten tartani a költségvetési pályát, lehazugozta az IMF-et meg az Európai Bizottságot is egyébként, mert azt mondta, hogy amit mi mondunk és ők hitelesítettek, az mind fals, mind hitaláció, mind nem igaz. Majd gyakorlatilag erőt demonstrálva gyakorlatilag rájuk kiabálták, hogy akkor most 7% lesz a hiány, vagy legalábbis 4,5 vagy 5 vagy 6. Hát erre mit mond egy másik tárgyalófél, aki felett semmi kényszer nincsen, tehát akinek egyáltalán nem kötelező engedni az erőszaknak, nyilván azt mondták, hogy ez nem működik. Lehetett volna szerintem hiánycélazítást letárgyalni abban az időpontban, nekünk is sikerült új kormányként. De jobb lenne, ha az megtörténik akkor? Most jobb helyen van a magyar gazdaság? Valójában, igen, valójában egyébként az első két évben egyáltalán nem volt fegyelmezett a költségvetési politika. Az első évben is ugye társasági adócsökkentés volt, lényegében a magánnyugdíjpénztári vagyonból tartottak valamilyen költségvetési pályát, és a következő évben is csak a magánnyugdíjpénztári vagyonból egyensúlyozott a költségvetés. És egyébként azóta is a magánnyugdíjpénztári államosításoknak a évi hatásával, hiszen másfél, GDP 1,5%-ának megfelelő tagdíj most már járulékként a költségvetésben megy, tehát szinte ennyivel javult a költségvetési egyenleg, ennél többen nem. Különböző átcsoportosítás volt egyik irányból a másik irányba, tehát valóban nem szociális szempontokat vesz figyelembe mostanában a kormány, hanem nem tudom én, infrastruktúrális beruházásokat, hogy elegánsan fogalmazza meg a stadionépítéseket, de hogy nagyon jelentős, valós, radikális változás azon kívül, hogy a magánnyugdíjpénztárakat bedarálták, és azt a pénzt évente ugyanúgy zsebre teszi a költségvetés, nagyon jelentős nem volt. Voltak szélkámán termekek, voltak ilyen felvillantások, hogy micsoda költségvetési fegyelem lesz. Az a költségvetési pálya, ami most van, az két dolognak köszönhető. Egyrészt mondom, ezek a pénztári tagdíjak most már költségvetés gazdagítják minden évben, másrészt pedig sokkal alacsonyabb a kamatszint, tehát az államadóságot egy jóval alacsonyabb kamatköltségen kell finanszírozni, és ezzel jóval könnyebb helyzetben van a költségvetés. Nagyságrendileg ez az, ami a strukturális egyenlegjavulást, az, amit összességében kedvező pályaként kimutatható a költségvetésben, és nyilván van egy pénzbőség, uniós pénzbőség, meg általában pénzpiaci pénzbőség, ami most elkényezteti ezt a kormányt. Ezen kívül nagyon komoly strukturális változás egészségügyben, az költségvetés alrendszerében nem volt, tehát hogy egyébként alapvetően egy ilyen húz megereznek politika van. Az ellenzék viszont ez biztos, hogy lehetett volna máshogy csinálni. Szereti mondani, hogy mennyire más lenne az ország, hogyha nem lenne korrupció. Most a korrupció mértékén nyilván lehet vitatkozni, meg azon is, vagy azon kevéssé, hogy erkölcsi, etikai, jogi szempontból a korrupció üldözendő. De valóban más lenne ez az ország, hogyha az a korrupció, amit az ellenzék állandóan emleget, akár a stadionépítések, TAO költségei, a különböző sportegyesületeknek, az Elios ügy és hasonlók nem lennének? Egész más lenne az ország, részben csak abból azokból, hogy ez a pénz sokkal jobban hasznosulhatna. Tehát az is igaz, hogy a korrupció mértéke az bőven olyan, hogy annak már GDP arányában kimutatható hatása van, és hogyha ez a pénz ez egyébként értelmesen értékteremtő beruházásokra vagy emberi erőforrást fejlesztő programokra menne, akkor annak lenne pozitív itt különböző hatása. Különböző számok vannak, hogy ön melyiknek hisz, mennyi megy korrupcióba, százalékban vagy összegben egy évben? GDP 1-2%-a biztosan. De azt gondolom, hogy nagyon nehéz kalkulálni. Tehát de hát amikor 3-4% a növekedés, amire oly büszkék vagyunk, akkor azért az számít? Hát az nagyon sokat számít, ez így van. Másrészt a korrupciónak általános versenyképességrontó hatása van. Tehát önmagában azt látni, hogy ebben a környezetben nem az alkalmasak szelektálódnak ki, hanem azok, akik egy politikai családhoz tartoznak, nem azok jutnak lehetőséghez, akik egyébként a gazdaságot húzni tudnák, tehát nem alakul ki egy olyan egészséges gazdasági szerkezet, hogy lényegében a legalkalmasabb vállalkozók és vállalkozások lesznek a gazdaság motorjai, hanem valaki mások, akik itthon alkalmasak arra, hogy állami megbízásokat nyerjenek, de ahhoz, hogy a nemzetközi versenyben sikeres vállalkozásokat építsenek fel, arra meg nem. Ez pedig hosszú távon tudja maga alá temetni a versenyképességet. Kockázati alapkezelő társaságot alapított és vezet. Mer Magyarországon befektetni induló cégekbe? Abban a szegmensben, ahol dolgozom, igen, hiszen ezek olyan technológiai cégek, akik gyakorlatilag az indulástól globális piacra dolgoznak, tehát nagyon csekély mértékben függnek a hazai piactól, a hazai politikától és államtól egyáltalán nem, attól függnek, hogy elég jól teljesítenek el, és egy azonnal globálisként induló versenyben meg tudják állni a helyüket. Ebbe a szegmensbe szívesen fektetek be, mert egyébként nagyon tehetséges, nagyon ambiciózus, sikerorientált induló vállalkozásokat lehet Magyarországon találni. Talán pont ezért, mert minden más szektorban úgy érzik, hogy nem tudják kipróbálni magukat.
ebben a szektorban, ahol mi vagyunk aktívak, egyébként nagyon, nagyon szívesen próbálkoznak. A szerencséje, hogy ebben a szektorban az állam nincs úgy jelen, mint ahogy oly sok más gazdasági világban itt Magyarországon? Ebben a szektorban is valamilyen mértékben jelen van az állam, mert egyébként az állam is befektet, de ez a szektor, ez egy muslicahad. Tehát, hogy ezt nem lehet, erre nem lehet úgy rátenni, mint egy energiaügyre, egy ingatlan ügyre, egy pénzügyi szektorra. Nem annyira itt megfogható. Így van, itt nagyon sok pici szereplő van, nem lehet egy marokra fogni őket és irányítani őket. Tehát itt még azt is mondanám, hogy nem zavaró, hanem akár hasznos is az állami jelenlét, mert egyébként ad finanszírozás, de nagy felfordulást nem tud okozni. Úgyhogy ilyen módon igen, ez egy olyan szektor, ahol egyébként ma jelenleg jó dolgozni. Mire van berendezkedve? Arra, hogy nem lesz kormányváltás, vagy azt várja, reméli, hogy azért az ellenzék valamire mégiscsak képes lesz? Én azt gondolom, hogy elemi érdeke Magyarországnak, hogy legyen politikai verseny. És egyébként ezt nagyon szívesen elmondom bármelyik fideszes barátomnak, hogy az ő teljesítményük, az ő megméretetésük is sokkal értelmesebb lenne, mint sem, hogy egy olyan rendszer épüljön fel, ahol gyakorlatilag informális eszközökkel, befolyásolási eszközökkel ki van zárva a verseny, és nincs kontroll. Vannak fideszes barátai? Természetesen. Az én korosztályban, az én egyetemi végzettségemmel igen sok fideszes évfolyamtársam volt, mindenkivel tartjuk a kapcsolatot, tehát mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, meg elmondjuk. Ez hülye kérdés, mert a barátságok nem ezen múlnak. Érti őket? Hogy miért tartanak ki, vagy miért vannak azon az oldalon? Én egy empatikus ember vagyok, mindenkinek a személyes egzisztenciális indokait, családi hátterét, hosszú évtizedek családi történeteit megértem, mindenkinek egész más indokai vannak. Ezzel együtt azt látom, hogy a leglojálisabb emberek fejében is vannak már kérdőjelek, hiszen vannak olyan ügyek a Fidesz körül, amik védhetetlenek, de az általános megítélés, hogy bár jó lenne a politikai verseny, de nem látszanak a versenytársak. Ennek több oka is van, nyilván minden oldalon kereshetők az okai, de azt gondolom, hogy igen, bárki is a következő választás győztese, az elemi érdeke az országnak és minden szereplőknek, hogy ez egy érdemi versenyben dőljön el, és olyan versenyben, ahol egymáshoz mérhető versenytársak vannak. Az az általános képzet, hogy ezt az országot pillanatilag csak a Fidesz tudja vezetni, és senki más nem alkalmas rá, az senkinek nem jó. Még a Fidesznek sem, de az országnak meg különösen nem. Nem keresik? Különböző tanácsadó testületek vannak már, 25-ök, 18-ak, nem tudom. Én annyiszor elmondtam, hogy az időmet olyan sikeres évvel kecsegtető projektekre szeretném fordítani, amiben akár hajlandó vagyok nagy kockázatot vállalni, de lássam legalább a sikereséjét, hogy ezt szerintem sok helyen meghallgatták már, ritkán keresnek most már, de nem, nincs ellenemre, hogy csak akkor kell leülnöm beszélgetni, amikor úgy látom, hogy értelmes dolgokról lehet beszélgetni. Én, ha megengedi, időnként hívom, hogy beszélgessünk. Nagyon szívesen jövök. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Volt.